Lassú és nehézkes vásárlási folyamat, ismerkedés az új parkolóórákkal Pécsett. Merre fejlődjön Pécs? 13+1 kérdés a városlakóknak. Két projekt indul a kertvárosi óvodában, cél a lelki egészségvédelem. Útépítések Komlón, beruházások több városrészben is. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Valamivel több mint egy hete működnek az új parkolóórák Pécs közterületein. Az elavult több mint 20 éves szerkezeteket váltották fel az érintőképernyős, több nyelven kommunikáló szerkezetekkel. Az automatáknál érmékkel és bankkártyával is lehet fizetni. Stábunk arra volt kíváncsi, mi a véleményük az autósoknak az új szerkezetekről. Elvileg mennie kéne. Ja, kuha, jaj. De nem, mert... Ez a bankkártyához? Bankkártyához. Látom. Oké. És akkor most hol a készpénzes? Komoly feladat elé állította ezt a férfit az új parkolóautomata a pécsi belvárosban. Nem adott jegyet, ezért átment egy másik készülékhez. Ott is próbálkoztak éppen. Akkor hogy kell újra? Ezzel visszamenni. Ezzel? Ja. Vissza lett törődni, ja. Igen? Annyi. Ja, hogy? Dupla V. Búlva. 17. És akkor most? Mit kell nyomni? Ott van, hogy folytatás. Igen. Arra nem megy tovább. Semmi. Nálam, nekem. Kiderült, hogy nem reagál a finomabb érintésre a képernyő. Végül a határozott fellépésnek meglett az eredménye, parkolójegyet nyomtatott az automata. Tudta jegyet. Ó, sikere. Köszönjük. Köszönjük, viszont. Ha nehezen is, de mindenki jegyhez jutott. Nem tetszik, nagyon nem tetszik. Miért? Mert én hozzászoktam, hogy telefonnal SMS-be parkolok, mert az célszerűbb volt, itt meg nincs rá lehetőség, úgyhogy vagy bogarászom az aprókat, vagy örülök neki, hogyha van annyi a kártyám, hogy tudjak vele vásárolni. Volt, aki türelmesen várt a jegyére. Jó. És visszaadta a pénzüket, úgyhogy... 2 perc, 16 másodperc alatt sikeres. Csak kezdhetjük előről az egészet. Jó, nem sikeres? Nem, mivel visszaadta a pénzt. De lehet, hogy az osztrák rendszámra nem akarja elfogadni? Most az nyelvválasztás, csak szívem. 8-10. Az újabb próbálkozás már itt is sikeres volt. Ez Magyarországon a legfejlettebb automata, ami létezik, de ez Európa szerte is egy nagyon komoly és fejlett készülék. Az, hogy egy ilyen érintésmentes, PayPass-os elfogadást is képes az automata kezelni, ez egy mindenképpen egy nagyon európai és korszerű 2019-nek megfelelő automata. Ezt mondta a telepítő cég képviselője az új automatákról még január közepén. Összesen 178 ilyen parkolóórát rendelt a város, ami 300 millió forintjába került az önkormányzatnak. Egy hét alatt megduplázódott a megyében az influenza-szerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma, derül ki az ANTS összesítéséből. Pécsett a klinikai központ fekvőbeteg ellátó osztályain, az irgalmas rendi kórházban továbbra is tilos a betegeket felkeresni. Az elmúlt héthez hasonlóan az óvodások és az általános iskoláskorú gyermekek között fordult elő leggyakrabban a megbetegedés. Hogyan lehetne fejlettebb és élhető Pécs? Ezzel a címmel készített 13+1-es kérdőívet az Összefogás polgármester jelöltje Kővári János. Februártól kérik ki ez alapján a pécsiek véleményét a városi beruházásokról, fejlesztésekről. Idén kell elfogadni a Baranyai megyeszékhely új rendezési és szabályozási tervét. Ez a következő 8 évben lesz irányadó abban, hogy mi épülhet és hova Pécsett. A politikus ezért várja az itt élők véleményét. A kérdőívről és a hozzá kapcsolódó problémákról Kerekasztal című műsorunkban beszélt Kővári János. Olyan kérdéseket feszeget, amikben nem tudtak döntések születni, mindjárt az elején egy, hogy mondjam, húsba vágó kérdés is lehet akár, hogy mi legyen a foghéj telkekkel, illetve azokkal a területekkel Pécsett, ahonnan valami kiköltözött, mondjuk a bőrgyár területe, vagy a Mizó területe, meg lehetne sorolni, de lehet azt is mondani, hogy ahol elbontottak mondjuk a belvárosban házakat, és ott átonganak üresen évek vagy évtizedek óta telkek, vagy nem fejeződtek be beruházások, mint például a Búzatéren, ugye ezt sokszor vetik fel egyébként a pécsiek, de ezekben nem születik soha döntés, mert nincs egy
hogy egy olyan fajta legitimitás mögötte, hogy a többség mit szeretne. A tavalyi évfája verseny győztes pécsi havihegyi mandulafa képviseli Magyarországot az Európa fája elnevezésű megmérettetésen, tájékoztatta csütörtökön a pécsi Janus Pannonius Múzeum az MTI-t. A közlemény felidézte, az Ökotárs Alapítvány által szervezett tavaly júliustól október végéig tartó online szavazást 4779 voksal, több mint 1000 szavazat előnnyel nyerte meg a pécsi havihegyi templom bejárata előtt álló pécsi mandulafa. Az online szavazás elindult, az eredményeket március 19-én jelentik be a szervezők. Két Erasmus projekt is indul a pécsi kertvárosi óvodában. A két évre szóló programok középpontjában mind a pedagógusok, mind a gyerekek lelki egészségvédelme áll. A nyitó rendezvényen elhangzott, ez az egyetlen olyan pécsi óvoda, mely 2010 óta vesz részt ilyen projektekben. Énekes műsorral készültek a kertvárosi óvodások az Erasmus konferencia nyitó ünnepségére. Az eseményen az intézmény most induló programjairól számoltak be a résztvevőknek. A köszi, azaz a korszerű ön- és szervezetfejlesztési innováció projektben a pedagógusok állnak a középpontban. Szeretnénk, hogy a pályázat megvalósítása végén, a két év után egy mentálhigiénes többlettudású pedagógusaink legyenek, és megteremtődjön az intézményi jólét, ami a lelki egészségen alapszik. A projekt megvalósítására 2020. október 31-ig van lehetőség. Emellett még egy, szintén két éves program is indul. Ebben az óvodások fejlesztése a legfőbb cél. A Mese névre hallgató tervezet a környezettudatos gondolkodástól a lelki egészségvédelemig több területen is segít a gyerekek fejlődésében. Itt a mese a kulcs szó, hiszen a gyermekeknek az érzelmi intelligenciát fejlesztjük a mesés tevékenységekkel, amit 24 hónapra osztunk el, itt az elfogadás, befogadás, messág, hátránykompenzálás, tehetséggondozás, nagyon sok minden tartozik benne. Az eseményen kiemelték, a kertvárosi óvoda az egyetlen olyan pécsi óvi, mely 2010 óta folyamatosan részt vesz Erasmus projektekben. A jövőben pedig további programokat szeretne megvalósítani az intézmény. A NAV baranyai munkatársai február 4-e és 10-e között Bolyban, Harkányban, Komlón, Lánycsókon, Mohácson, Sásdon, Siklóson, Szászváron, Szentlőrincen, Vásárosdombón, Villányban, valamint a megyeszékhelyen végeznek ellenőrzéseket. A revizorok a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az online pénztárgép használatát és a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják. A hivatal munkatársai kiemelten ellenőrzik a pékségeket, cukrászdákat, barkácsboltokat, valamint a borászati kiskereskedőket és a vendéglátóhelyeket. Az ellenőrök a megye területén továbbra megjelenhetnek az építkezéseken és a dolgozók foglalkoztatásának szabályszerűségét is vizsgálják. Nyílt napot rendeztek a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karán. A felvételi előtt állók itt megismerkedhettek a különböző szakirányokkal, a kar felépítésével, de akár interaktív feladatokban is részt vehettek. Az eseményen egy új képzés is bemutatkozott. Ez a műszaki felsőoktatási szakképzés, mely egy két éves kurzus. Ez idő alatt különböző szakirányokra lehet specializálódni, a tanulmányok sikeres elvégzése után pedig oklevelet kapnak a hallgatók. Az új képzés különlegessége, hogy az egyetemisták egy teljes fél évet töltenek szakmai gyakorlattal a szakiránynak megfelelő cégnél. Azt mondjuk, hogy ez a duális képzésnek már egy következő szintje. Ez egy nem megtört, hanem egy egész összefüggő szakmai gyakorlat, tulajdonképpen piaci tapasztalatot, igazolt piaci tapasztalatot szerez, aki elvégzi a képzést. És körülbelül átlag ilyen 40-50-60 kredit, amit úgy építettünk fel ebben a képzésben, hogyha valaki aztán bekerül az alapszakra, valamelyik alapszakra, BSC szakra, akkor ott akkreditálni tudjuk neki. Tehát szerintem többszörös profit van ebben, azon kívül, hogy kap egy szakmát, aki jön. Saras eső fog esni a hétvégén, mivel szaharai eredetű por éri el Magyarországot, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hétvégén különösen vasárnap számíthatunk arra, hogy jelentősebb mennyiségű szaharai eredetű por érkezzen hazánk fölé, és mosódjon ki a várható esővel együtt. Ennek a jelenségnek a pozitív oldala, hogy narancssárga lehet a naplemente, a negatív viszont, hogy koszos lesz minden szabadban álló autó. Az OMS arra is felhívja a figyelmet, hogy óvatosan kell bánni a majd, ha piros hó esik kezdetű ígéretekkel, ugyanis ha a szaharai por téliesebb viszonyok között érné el az országot, akkor nem az esőt, hanem a hópelyheket festené vöröses színűre.
Mint arról korábban beszámoltunk, 2018 az útberuházások éve volt Komlón, de a munkálatok idén is folytatódnak. Decemberben a Mecsekfalui út, Munkácsi úti körforgalmat és az elkészült 4 kilométernyi útszakaszt adták át az autósoknak. Most pedig a Dávidföldi Bartók Béla utcában kezdődött meg az első idei útfelújítási projekt. Nem ez lesz természetesen az egyetlen, több városrészben is jelentős beruházások várhatók. Tavaly 540 millió forintból újult meg Komlón egy 4 kilométeres útszakasz és körforgalom a hozzátartozó közműhálózattal együtt. A beruházás 440 millió forint kormányzati támogatásból valósulhatott meg, valamint a komlói önkormányzat a költségvetéséből 100 millió forintot biztosított. A sokáig a város legrosszabb állapotú utcájának tartott Munkácsi rekonstrukciójának része, hogy több csatlakozó mellékutcát is felújítanak. A Bartók Béla utcában a napokban indult el a munka. Az önkormányzat ehhez több mint 20 millió forintos saját forrást biztosított, és az eddig szegélyek nélküli kátyús Bartók Béla utcában most két oldalon kászegéllyel lezárt út készül, amely megoldja a Meredek utcának a csapadékvíz elvezetését is, és a kászegélyek közé, ahogy az időjárás engedi, az új aszfalt réteg is oda fog kerülni. A Bartók Béla utca közlekedési rendje is változni fog, hiszen meredeksége miatt a Munkácsi Mihály utca felől egyirányú lesz. A viszonylag kis mellékút csak a kezdete az idei komlói útépítési programnak. A legfontosabb a Kossuth Lajos utca rekonstrukciója lesz, amit a Magyar Közút Nonprofit ZRT fog elvégezni. Emellett teljes körű felújítás vár a Templomtér Bajcsi-Zsilinszky utca környékére is. Egy férfi tett bejelentést a Baranya megyei rendőrfőkapitányság ügyeletére január 31-én arról, hogy egy ismerőse jelezte neki mobiltelefonon, eltévedt a Pécs-Nagyárpád melletti erdőben. Az eltévedt férfi telefonja lemerült, így elérni azóta nem tudták. Az ügyeletes tiszt azonnal értesítette a pécsi rendőrkapitányság járőreit, aki az 51 éves pécsi férfit másfél órán belül megtalálták egy pincesor jellegű, személygépkocsival járhatatlan részen. A férfi nagyon kimerült volt, ezért részére mentőt hívtak, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A síelők után pénteken a Szánkó Diák Olimpia résztvevői lepték el a Misinát. Mivel a Szánkó pályát nem találták biztonságosnak a szervezők, a sípályán tűzték ki a verseny útvonalát. A terület meredeksége miatt azonban így is módosítani kellett a nyomvonalat. Az eligazítás után a gyerekek már azon törték a fejüket, hogyan tudnak majd a legbiztonságosabban, mégis gyorsan lejutni a célba. A kisebbek többsége most először vett részt a Szánkó Diák Olimpián. Hát én úgy tudom, hogy ki kell kerülni ezeket a bójákat, de igen, hógolyóztak, megdobták a fejemet, azért alig tudtam figyelni. Ja, értem. És te voltál már Szánkó versenyen? Nem. Mit vársz ettől a mai versenytől? Hát igazából nem tudom. Nem nagyon maradok a pálya, nem félsz tőle? Nem. Már voltam itt sokszor. Síelni? Igen, meg szánkózni. A nagyobbak már rutinosak, ők ennél nehezebb pályát is teljesítettek már. A Szánkó versenyen még nem voltam, de tavaly voltam a síversenyen ugyanitt. És szeretem az ilyen téli sportokat. Én szeretem a szánkózást, és már kiskorom óta is sokat járunk ide a meccsekre, és remélem, hogy jól fog sikerülni a verseny. A havasportok diákolimpiai bajnokságát a PVSK síszakosztálya és a PSN ZRT közösen rendezte. Mivel a szánkópályát nem találták biztonságosnak a szervezők, a sípályán tűzték ki a verseny útvonalát. Ez egy nehezebb pálya most, mert kanyarodni kell, tehát nem annyira egyenes, mint az előző pályák. Előzőleg a TV-toronytól jöttünk le a síházig, most meg itt a sípálya alsó, középső területén. Ez az előbb is kiderült, hogy eléggé gyors pálya. Tehát most már kicsi a hó, kicsit jeges, úgyhogy eléggé be tudnak indulni a gyerekek. Vigyázni kell arra, hogy kanyarodjanak. Hát ez nagyobb ügyességet igényel, mint korábban. A szánkóverseny résztvevőinek meg kellett kerülniük a kitűzött kapukat, majd a célban mérték az idejüket. A pályát egyszer újra kellett tűzni, mert túl meredeknek bizonyult az eredeti. Természetesen a diákolimpián a biztonság az egyik legfőbb szempont.
A pécsi járásbíróság pénteken egy fiatal pécsi férfi letartóztatását rendelte el egy hónapra, kereskedéssel elkövetett kábítószerkereskedelem büntetének alapos gyanúja miatt. A gyanúsított lakásában tartott házkutatás során a nyomozóhatóság több mint 1 kg zöld növényi származékot, rózsaszínű tablettákat, készpénzt, mobiltelefonokat és mérleget foglalt le. A férfivel szemben korábban kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer birtoklásának vétsége miatt volt folyamatban eljárás. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. A korábbinál 70%-kal több, mint egy 65 ezer beteg jelentkezett orvosánál influenza-szerű tünetekkel a múlt héten országszerte. Az influenzások száma továbbra is Tolna megyében a legmagasabb. A betegség elsősorban a gyerekeket és a fiatal felnőtteket támadta meg. Országszerte egyre több kórház rendelt el teljes körű látogatási tilalmat, köztük a szekszárdi Balassa János kórház. Az előző hetinél 70%-kal több, mintegy 65 ezer beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel január 21-e és 27-e között, a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint. A legtöbb beteg Tolna megyében van az országban. Összesen 173 influenza gyanús betegről érkezett vizsgálati anyag az ANTS légúti vírus osztályára, ahol 89 esetben igazolták az influenza A és 15 esetben a légúti óriásejtes vírus jelenlétét. Többen kórházba is kerültek Szekszárdon, mondja a Balassa János Kórház orvosigazgatója. A kórházunkban is a 3-5 éves kor közötti gyerekek halmozott megbetegedését látjuk. A kisgyerekek általában légúti tünetekkel kerülnek felvételre, de hasmenéses kórképpel is jelentkeznek. A légúti tünetes betegek között nagyon komolyan felmerült néhány esetben, hogy influenza lehet a háttérben. Az orvos azt mondja, a legjobb megelőzés, ha kerüljük a tömeget, gyakrabban mosunk kezet, fertőtlenítjük a sokak által használt eszközöket, például telefont, klaviatúrát, kilincset, villanykapcsolót. Ha viszont érzékeljük az influenzára jellemző tüneteket, mindenképp maradjunk otthon. Az influenzának jellemzője, hogy általában hirtelen kezdődik, úgy szinte a betegek óra-percre meg tudják mondani, hogy mikor lettek panaszosak, magas lázzal, izomfájdalommal, gyengeséggel, fejfájással, szegcsont mögötti fájdalommal, köhécseléssel jár, lehet orrfolyás is a tünete, azonban amikor már komoly váladékozás van, gennyes orrváladék köpet van, az már a bakteriális felülfertőződésnek a tünete. Az ország számos kórházában látogatási tilalom van érvényben, a Balassa János kórházban is így döntöttek hetekkel ezelőtt. Testvértelepülési szerződéssel erősítette kapcsolatát Nagybajom és a horvátországi Virje. Az együttműködés ezentúl nem csak az egymásnál tett látogatásokról fog szólni, hanem kulturális és gazdasági téren is erősebb kapcsolat jöhet létre. Nagybajon mindig nyitott volt a más településekkel való együttműködésre, ezt bizonyítják a Városháza dísztermében található címerek is, amelyeket egy-egy város vagy falu ajándékozott a somogyi településnek. Így lesz ötödiknek Virje, és most így igaziból hatan vagyunk testvérek. Ez egy szép család, nagy család, tehát lehet benne sok-sok programot összehozni. Csütörtökön a Kaproncakőrös megyei Virje község delegációját fogadták Nagybajomban azzal a céllal, hogy mostantól még erősebb kapcsolatot alakítsanak ki. A hozzánk tartozó kisebb társtelepülésekkel együtt 4600 lakosunk van. Rendkívül nagy hagyományokkal rendelkezik Virje, számos kulturális örökséggel rendelkezünk, amelyeket civil szervezetek ápolnak. Abban bízom, hogy a testvértelepülési megállapodással ezeket az értékeket majd itt is megismerhetik. A megállapodás ünnepélyes aláírásán arról is beszéltek a települések képviselői, számos területen tudnak majd együttműködni, emellett az uniós pályázatokat is célba veszik. Pályázatokban vehetnek részt, tehát egy egész más minőséget tud az a település elérni, amely egy ilyen kapcsolatra törekszik. Mi azon dolgozunk, hogy
a horvát-magyar kapcsolatok ne csak diplomáciai szinteken valósuljanak meg, hanem így a települések között jöjjenek létre aktív kapcsolatok. Nem csak Nagybajom kötött testvértelepülési megállapodást, Somogyban egyre több olyan település van, amelyek kapcsolódnak ehhez a kezdeményezéshez. Az eseményen Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, fontos gazdasági előnnyel is jár egy-egy kapcsolat. Minap Kaproncán tárgyaltunk a Podravka gyár és a somogyi gazdák együttműködéséről, úgyhogy azt gondolom, hogy ez már rég túlmutat azon, hogy néha-néha elmegyünk egymás falunapjaira, közel vagyunk egymáshoz, hasonlóak az adottságok, hasonlóak a problémák, nagyon sokat tudunk egymásnak segíteni. Emellett szoros barátságok is kötődnek, tette hozzá Móring József Attila. Barcson is megtörténik az intézménykiváltás, így a Somogy megyei szeretett szociális otthon lakói családias környezetbe új kisebb létszámú épületekbe költözhetnek. A 120 gondozott számára 1 milliárd forint uniós forrásból 10 darab 12 férőhelyes ház épül Somogy-Tarnócán, Dráva-Tamásiban és Barcson. Nagy szobákban zsúfoltan élnek a lakóink, úgyhogy mindenképpen fontos lenne, hogy ezen valamilyen módon változtatni tudjunk. 2019 év végére a régi álom megvalósul. Az új ellátási forma a támogatott lakhatás révén kiköltözhetnek a régi, zsúfolt épületből a lakók. 10-12 fős családi házak fognak épülni, ahol ezek az emberek önálló életvitelt tudnak folytatni. A komfortosabb, önállóbb élet pedig pozitív hatással van a lakókra, mondta Szőke József, a Somogy megyei szeretett szociális otthon vezetője. Az intézmény berzencei részlegén már 3 éve megvalósult ez az új ellátási forma, és már külön közösségekben élnek a gondozottak. Mind társadalmi, helyi társadalmi oldalról, mind a lakók oldaláról olyan pozitív visszajelzések jönnek, hogy azt gondolom, hogy érdemes volt megcsinálni. Talán egy mondattal tudnám illusztrálni azt, hogy mit is jelent nálunk a támogatott lakhatás. Ezek az emberek újra a falu látható polgáraivá váltak, és minden szó nagyon fontos ebben. Az 50 főnél nagyobb, pszichiátriai betegeket, fogyatékkal élőket, valamint szenvedélybetegeket ellátó intézményekben valósulhat meg az új, közösségi alapú ellátási forma. A projekt összköltsége az 1 milliárd 50 millió forint, ebből a legnagyobb részt ugye az építés és felújítás projektelem teszi ki, ami közel 714 millió forint. A projekt keretében 2019 év végére 10 darab 12 férőhelyes családi ház épül a gondozottaknak Barcson, Somogy-Tarnócán és Dráva-Tamásiban. 17 pontos hátrány dolgozott le a KSC Szekszárda az Európa Kupa hazai visszavágóján szerdán este. A lányok lehengerlő játékkal, párját ritkító dobó teljesítménnyel és küzdő szellemmel 86-60-ra kiütötték lengyel ellenfelüket, és csak úgy, mint tavaly, most is ott vannak a legjobb 8 között. Mitagadás, a szurkolók és a szakemberek többsége is, még maga Gyokic edző is, ott legbelül a szép búcsúban, egy perspektívikus győzelemben, de a továbbjutásban már nem annyira reménykedett a 17 pontos lengyelországi vereség után. És lásd, csodás szexuális sportcsarnok. Kiveszik a kékfehérek végig a játékból a lengyelek irányító amerikai pontgyárosát, McBride-ot. Ugyanakkor nem jutnak annyiszor a palánk alá zicserben a nyúlánk magas, gyors és jókezű vendégjátékosok, mint azt az első meccsen láthatók. Egy picit még döcög az elején a támadó játék a hazai, de aztán szép fokozatosan, szinte tökéletesre fejlesztve beindult a szekszárdi támadó játék, vele együtt a kosár zuhatak. Szinte egymást múlták felül az assziszban, illetve a középtávoli-távoli dobásokban az Eldebrink, Bishop, Gereben, Gyokic quartet, ami időnként kvintetté vált Studer Ágnes nagyszerű belépéseivel. Ez a formáció már mesébe illően 40%-os hatékonysággal dobta szét a lengyelek zónáját, miután 26 pontos győzelemmel válaszolt a 17 pontos lengyelországi vereségre, és az egész csarnokot lázba hozva az idén is bejutott a legjobb 8-ba az Európa Kupában a KSC Szekszárd. Ez egy igazi csapatmunka volt, az egész csapat hozzátett egytől egyig, a stábtól elkezdve az összes szurkoló. Egymásnak adtunk erőt és lendületet, fantasztikus dobóformát nyújtottunk, de szerintem a küzdelem és a kitartás, a türelem, ami egész mérkőzésen a csapatra jellemző volt, az vezetett el minket odáig, hogy ezt a fantasztikus csodát véghez tudtuk vinni. Frida Eldebrink végig káprázatosan kosárlabdázott. 23 pontot, benne 5 triplát szerzett,
rendkívül hasznos mezőny munkája mellett. Tudtuk, mi a dolgunk, minden egyes játékos megtette azt, amit kell, amit megbeszéltünk. És fontos megjegyezni azt is, hogy az egymásért való küzdéstudatban is felülmúltuk az ellenfelet. Mondta a Digi Sport által élőben közvetített mérkőzés után a mezőny legjobbja Frida Eldebrink, a KSC svéd irányítója. Híradónk végén fontosabb aranyai témáink még egyszer röviden. Lassú és nehézkes vásárlási folyamat, ismerkedés az új parkolóórákkal Pécsett. Merre fejlődjön Pécs? 13+1 kérdés a városlakóknak. Két projekt indul a kertvárosi óvodában, cél a lelki egészségvédelem. Útépítések Komlón, beruházások több városrészben is. Szombaton az élénk, erős déli délkeleti szélben tovább enyhül az idő, fagymentes lesz a reggel, délután pedig már 8-16 fok közötti maximumokra van kilátás. Viszont sok felhő lesz az égen, kisebb eső, zápor szorványosan fordulhat elő. Vasárnap is sok felhő lesz felettünk, többfelé kell számítani esőre, nyugaton, északnyugaton egy-egy zápor is kialakulhat. Keleten még a délies, nyugaton, északnyugaton már az északnyugati szél élénkülhet meg. Az enyhe reggelt követően délután 6-16 fokot mérhetünk, északnyugaton és északon lehet hűvösebb idő. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami érdekes lehet mások számára is, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikére. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!